A 9. fordulót követően nem változott a helyzet a tabella élén, ugyanis mindhárom dobogós csapat egy ponttal gazdagodott. Az élovas Tuzsír a Szatmár Unió otthonában játszott kettő es döntetlent, a második Tiszavasvári és a harmadik Kemecsi összecsapása pedig gól nélkül zárult. A Baktoló 10-1-re ütötte ki a nagy kálót, az Ibraj 4 négy re verte a Tiszalököt, a Nyírmad a Tiszakanyáron nyert három-kettőre, a Domrád Balkányból vitte a három pontot egy nullás győzelmével, a Mándok négy nyúra múlta felül a szakolyt, a Nyígyulaj a pedig kettő-kettőre végződött. A tabella élén a 20 pontos tuzérrel megelőzve a 19 pontos Tiszavasvárit és a 18 pontos Kemecsét. Az Ibránynak, a Mándoknak és a Nagyhalásznak egyaránt 17 pontja van, őket követi a 15 pontos Nyírmada, a 13 pontos Baktolórendháza és a 11 pontos Nyírgyulaj. 4-10 pontos csapat következik a sorban, a tiszakhanyára a Szatmár Unió, a Balkány és a Szakoly között egyelőre a győzelmek száma dönt. A 9 pontos Tiszalököt és az 5 pontos Domrádot követve a még pont nélküli Nagykáló zárja a sort. A tizedik for... Lóban egymás ellenlép pályára a tabella első hat helyezettje. A párosítás Tuzsér Ibrány, Nagyhalász Tiszavasvári, Kemecse Mándok, Tiszalök Baktalórendháza, Nagykáló Dombrád, Nyírmada Nyírgyulaj, Tiszakanyár Balkány és Szakoly Unió.